A nyárra általában jellemző uborka szezon helyett Ukrajnában mozgalmasnak ígérkezik a politikai élet, hiszen július 21-én előrehozott parlamenti választásra kerül sor, miután Volodymyr Zelenszkij már a beiktatása napján feloszlatta a kijevi rádát. A kárpátaljai magyarság számára a parlamenti képviselet a tét, aminek az elérése egyebek mellett a választási körzetek kialakítása miatt sem könnyű feladat. Többek között ezekről a témákról is beszélgetünk stúdiónk vendégével, Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ elnökével, a kijevi parlament képviselőjével. Üdvözlöm, elnök úr! Jó napot kívánok! Kezdjük előbb talán egy másik választással, ami nemrégiben ért véget, és jó eredményt hozott a Fidesz lista számára. Bocskor Andrea újra ott lesz Brüsszelben. Szóval egy nagyon fontos választás volt magyar szempontból és összeurópai szempontból is, hiszen azt látjuk az eseményekből, hogy Európa igen jelentős mértékben átalakulóban van. A hagyományos pártok, a kereszténydemokrácia, a néppártnak a tagszervezetei, illetve a szocialista párt jelentős mértékben kevesebb szavazatot kapott országaiban, mint ez volt korábban. Emiatt az a rendszer, ami korábban volt, hogy a néppárt és a szociáldemokrata párt megegyezett egymással a különböző kvótákról, és így történt az Európai Parlamentnek az igazgatása, illetve a bizottságnak a megválasztása, ez most nem fog megvalósulni. Jelentős mértékben megerősödtek a jobboldali pártok, amelyek a hagyományos értékeket próbálják képviselni, viszont a liberális és a zöld párt is több szót kapott, mint a múltkor. Nagyon érdekes lesz az, hogy hogyan fog felállni a következő évek európai politikáját meghatározó Európa Parlamentnek a vezetése, illetve a bizottság. Nyilván örvendetes az, hogy a Fidesz-KDNP szavazatok 52%-a újra győzni tudott. Ez egy korszakos győzelem, hiszen ritkán van az a választások történetében, hogy egy párt háromszor egymás után ilyen jelentős eredményeket ér el, ami azt jelenti, hogy a magyar társadalom döntő többsége egyetért és támogatja azt az irányvonalat, amit a jelenlegi kormánypártok képviselnek. Az a gesztus, ami korábban is megkaptunk az elmúlt időszakban, hogy a határon túli magyarok, akik nem élnek az Európai Unió területén és kaptak helyeket a listát, most is megtörtént. És nagyon fontos azt hiszem az, hogy Medvec Andrea újra beültött az Európai Parlamentbe, illetve Deli Andor Szerbiából, Vajdaságból, hiszen Andrea nagyon jól végezte a munkáját az elmúlt időszakban, és biztató ez a folytatás. Azonban az még kialakó fejében van, hogy milyen lesz az együttműködés ugye Ukrajna és Magyarország között, a Kárpátai Magyarság és Ukrajna között, hiszen még Deli Andor, aki a VMS képviselő, nagyon szoros együttműködik azokban a kérdésekben, amit Szerbiát érdekik az Európai Parlamentben, és ott a jogoknak a bővülése folyik. Addig egy kezdeti tapogatózások után Medvec Andreával és az ukrán hatalommal ilyen együttműködés sajnálatos módon nem alakult ki, pedig ez sokat segíthetne Ukrajnának az európai integrációján is. És azt is tudjuk, hogy párhuzamosan pedig tulajdonképpen a Kárpátai Magyarság egyfajta jogfosztottság állapotába került. Ha vészük a nyelvtőt és az oktatási törvényt, ennek kellene változnia. De Bocskor Andrea, a tevékenységére még egy mondat erejéig visszatérve, azért csak megmutatta a kárpátai magyarságnak a problémáit, rávilágított ezekre a gondokra. Így van, nagyon aktívan tevékenykedett, és beszéltem Szája József frakcióvezető úrral is, és azt mondta, hogy maximálisan elégedett volt Medvec Andrea munkájával. Azt mutatja, hogy a kárpátai magyarság egy életképes közösség, hiszen veszük neki az életútját, ugye Beregszászi iskolát végezte, a főiskolát végezte, doktori címet szerzett, és megállja a helyét az Európai Parlamentben. Reméljük, így lesz továbbra is, és most térjünk az ukrán helyzetre át. Készülni kell az előrehozott választásra, és nagyon szoros az idő erre a felkészülésre. Készülni kell a választásra, mindenki készül, és mi is készülünk, de még minden bizonytalan. Hiszen vannak kétségek a parlament felosztásához alkotmányosságát illetően, ezt bejutották az Alkotmánybíróság elé. A Alkotmánybíróságot senki sem kötelezni azon, hogy azonnal hozzon döntést, de társulatba vették, és hamarosan meg fogják hozni azt a döntést, hogy az alkotmányos, pedig nem. Hogyha nem lesz alkotmányos, akkor egy nagyon paradox helyzet áll elő, hiszen már a választási folyamat elindult. És akkor kétségek lehetnek azban a vonatkozásban, hogy most az újon választásokon megválasztott parlament az alkotmányos-e vagy sem. Másrészt meg vannak technikai dolgok is, elsősorban az idő rövidsége miatt ugye módosításokat kellene eszközölni a költségvetésbe, és meg kellene kezdeni a központi választásnak a felkészülésnek a finanszírozását. Hát ez sem áll jól.
de hát az Ukrajnával megszoktuk, hogy így van. Szerintem ezen a héten most már biztosan eldőlhet az, hogy lesznek-e választások július 21-én. Amúgy ez a rövid időszak pedig egy ilyen nagyon gyors kampányt feltételez. Még a közbeszerzési pályázatot sem nagyon lehet lebonyolítani ilyen szűkös idő alatt. Így van, így van. Ezt közbeszerezni kellene a Prozoron keresztül, ott megvannak a határidők. Tehát Ukrajnában sajnos mindig így vannak a dolgok. Induljunk ki abból, hogy mégis lesz választás. Ahogy az elején elmondtam, minket mindenképpen érint, kárpátai magyarokat, hiszen a parlamenti képviselet a tét. Mennyire fontos a parlamenti részvétel véleménye szerint? Ja, fontos a parlamenti részvétel, ha nézzük az elmúlt időszakokat, ha mindig volt magyar képviselő a parlamentbe, és azottan fel tudja hívni a figyelmet a magyarság problémájára, el tudja mondani a mi véleményünket a különböző dolgokba, és ez egy rendkívül fontos dolog. Viszont a kezdetek után, Ukrajna kezdete után, a későbbi választásokon a mindenkori ukrán kormányzat jelentős akadályokat gördített a kárpátai magyarság parlamenti képviselete elé. Így történt ez most is, hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy a hatályos választási törvény előírja, hogy az egy tömbben élő kisebbségeket egy választókörzetbe kellene beosztani. Ezt nem tették meg az elmúlt választásokon sem, akkor pereskedtünk ebben a vonatkozásban, és akkor azt mondták, hogy azért, mert rendkívüli választásokról van szó, és emiatt nem tudják módosítani a körzeteket. Most ugye idekorán elkezdtük ezzel a választási törvény ügyében a levelezést a Központi Választási Bizottságról, és elképesztően mondva csinált okok miatt nem tették meg, ami törvényes kötelezettségük lett volna, hiszen azt mondták, hogy ők nem tudják megállapítani azt, hogy hol élnek a magyarok. Utána pedig, miután felhívtuk a figyelmet, hogy forduljanak az illetékes hatóságokhoz, akinek tudniuk kell, hogy ki hol él Ukrajnában, kaptok rá egy választ, ahol elmondták azt, hogy a kárpáti magyarság a 2001-es népszámlálás szerint hol helyezkedik el. Na, azt írták nekünk, hogy ők nem hiszik el azt, hogy mit mond a kulturális minisztérium, totálisan abszurd dolog természetesen. A pereink folyamatban vannak, de hát most is az a helyzet, hogy rendkívüli választások vannak, emiatt a körzetek maradnak úgy, ahogy voltak, tehát a magyar szavazók több választókörzetbe lesznek beosztva. Egyébként a parlamenti pártok első megnyilatkozásaikban nem ellenezték az előrehozott választást, nem igazán vehemensen védték azt, hogy maradjon ez a parlament az ősszel esedékes normális választásig. Elfogadták úgymond az elnök felvetését, de utána nem voltak hajlandók még csak napirendre sem tűzni a listás szavazás kérdését. Nem voltak hajlandók napirendre tűzni, mert részben a parlamenti képviselők a felét azok a többségi körzetekben egyéni képviselők alkotják, ők nem érdekeltek abból, hogy csak listás legyen a helyzet. Másrészt pedig ugye több olyan nagy számmal ott lévő párt van a parlamentben, például a Népfront, vagy akár a Szabapomics, amely pártoknak olyan népszerűsége, vagy ők biztosan tudják azt, hogy nem fognak bejutni a parlamentbe, mint párt. És amit az ott ülő képviselők lehetne reménye az, hogy folytathassák politikai kerületeket, az, hogyha egyéni körzetben nyerni tudnak. Ezek olyan sokan voltak a parlamentben, hogy ez nem történt meg, bár én is úgy hallottam ott a parlamentben, hogy ez tulajdonképpen már megvan a megegyezés, hogy le fogják csökkenteni a bejutási küszöböt, és így meg fogják szavazni ezt az egész dolgot, de minden gyorsan változik ennek Ukrajnában, és ez nem történt meg. A parlament egyébként néha nagyon nehezen működik, csikorogva működik a gépezet, máskor viszont pillanatok alatt elfogadnak törvényeket, gondoljunk az ominózus nyelvtörvényre, vagy most a középiskolai oktatásról szóló törvény első olvasatban való megszavazására. Ezek a dolgok felháborítóak. Tulajdonképpen úgy vélem, hogy a parlament által elfogadott törvények döntő többsége nem felel meg a házszabálynak, tehát a házszabály megfelelően lett elfogadva, emiatt érvénytelen. Különösen felháborító volt oktatási törvénynek, a középfogatásra szóló törvénynek az elfogadása. Gondoljuk bele, az, hogy ez a törvény hát a lakosságot döntő többségét érinti. És az első olvasatban vita nélkül lett elfogadva. Vita nélkül. Hát ilyet én még nem láttam az életemben, de nem volt mód egyszerűen arra, hogy a képviselők kifejtsék a véleményüket a törvényről. A oktatási miniszter asszonynak a beszámolója 3 percig tartott.
három percet tartott, és utána pedig még három percet kapott a Oktatási Bizottságnak az elnök, és utána pedig azonnal szabadásra tették ezt a törvényt. És aznap tűzték ki napirendre, tehát adhok jelleggel tűzték napirendre, mert azt jelentette, hogy a képviselők fest tudtak volna készülni arra nézve, hogy most melyik törvényt fogunk tárgyalni, hiszen nem volt benne a tárgysorozatban. És ha folytatják ezt az eszeveszett tempót, akkor még megtörténhet, hogy... Pontosan erre van szó, és ugye az, hogy mivel nem volt elegendő szavazat, aztán majd 10-szer vagy 12-szer kellett a napirendetűzést Parubinak, ami abszolút törvénytelen, hiszen a szavazás egyszer zajlik, nem lehet aztán na még egyszer, és ez több mint 10-szer napirendetették folyamatosan, és végül pedig vita nélkül elfogadták. Na, nyilván nem olyan egyszerű a dolog, mert azért, ha nem is minden szabály, de igyekeznek valamit betartani, legalábbis reméljük. Most arra készül mindenki, hogy a módosító indítványait beadja, mi is erre készülünk, és annak azért meg kell tartani a második olvasatban a vitáját. Bár ez a csodák ország, itt bármi meg lehet. Bármi is megtörténhet. Bármi. Elnök úr, visszatérve még egy gondolat erejéig a választásra, nyilván a KMKS vagy a magyar pártok is készülnek erre a megmérettetésre. Folynak valamiféle tapogatások, megkeresések, tárgyalások? Mi az, amit el lehet mondani? Folynak persze a tárgyalások. Először is ugye az UMDS-szel egyeztettünk ezzel kapcsolatban a múlt héten, és megtettük az ajánlatainkat az UMDS felé, illetve tájékozottuk azt, hogy ők milyen tárgyalásokat folytattak. Nem lesz könnyű ez a parlamenti választás, hiszen a listás dolgok, az, hogy valamelyik kárpáti magyar szerzetnek a képviselője, vagy pedig a támogatottja helyet kapja a listát, az elég sok nehézségbe ütközik. Ugye nekünk olyan politik erőket érdemes támogatni, akik egy tiszteletben tartják a kisebbségeknek a jogait, ellene vannak azoknak az intézkedéseket, amelyek történtek az elmúlt időkben, amelyek a teljes jogfosztottság irányába hatnak, illetve az Európai Unióhoz való integrációra törekednek. Na most ilyen párt nem nagyon van. Arról van szó, hogy a keleti régiókat képviselő pártok, azok ugye a kisebbségjogoknak a megtartása mellett vannak, de ugyanakkor inkább Oroszország felé orientálódnak. Míg azoknak a pártoknak a döntő többsége, akik európai orientációk, legalábbis szóban vagy deklarációk szintjén, azok igen kemény ukránosítási politikát helyeznek kilátásba, vagy ennek a folytatását. Ebben nagyon nehéz olyan pártot találni, aki merére tűzhetjük az ászlót, és a egyelőre még csak virtuálisan létező népszolgája, civil párt, arról pedig pontosan nem lehet tudni, hogy milyen politikát kíván folytani a jövőben. És ugye ők abban érdekeltek, mivel most annak ellenére nem sok tudható az, hogy mit kívánnak csinálni, de lehet, hogy pont épp ezért ugye a szavazók 49%-a őket támogatja, és a rendkívül érdekes rendszerben próbálják most a képviselőket kiválasztani, hogy egy ilyen primeriz van a komputeren keresztül, az ember ott beír három törvénytervezetet, meg beküld egy videót, és akkor valami a komputeres rendszeren ezt eldöntik. Hát eléggé népállításnak tartom az ilyen módszereket, de az, hogy hogyan fogják kialakítani magát a listát, arról is nagyon keveset lehet tudni. Parlamentben úgy érzékelem, hogy ottan több ilyen csoportosulásnak van befolyása erre a pártra, illetve a megválasztott államelnök az Zelenszkijre, és nagyon nehéz átlátni azt, hogy végül is hogyan és ki hozza meg ezzel kapcsolatban a döntéseket. Hát meg fogjuk látni, de azt tartom valószínűleg, hogy egyéni körzetekbe fogunk indulni, mint ahogy tettük ezzel ezelőtti választásokat, és más megoldásaink nem igazán lesznek, de reméljük a legjobbakat még. Elnök úr, nyilván vissza fogunk még térni ezekre a kérdésekre a közeljövőben. Arra kérem így végezetül, hogy fogalmazzon meg egy rövid üzenetet a kárpátai magyarság számára. Kedves kárpátai magyarság, megint választások lesznek, nyáron lesznek a választások, és nagyon fontos, vegyünk részt rajta, és mutassuk meg nekik, hogy vagyunk. Rendőr is László, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.